Numai Monika képviselő asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Mindannyian jól emlékszünk Karácsony Gergely főpolgármester májusban adott angol nyelvű interjújára az Economistben. Kiderült, hogy mivel Karácsony Gergely nem beszél angolul, tolmács segítségét vette igénybe a beszélgetés során, illetve nemzetközi sajtószereplésein és megbeszélésein is tolmácsot használ közpénzen, milliókért, és a kínos helyzetet leplezve titoktartási szerződést írt alá. A főpolgármester ezután kellemetlen magyarázkodásba is kezd. Ez először azt állította, hogy évekkel korábban középfokú nyelvvizsgát tett angolból. Csak hogy kiderült, sosem volt államilag elismert nyelvvizsgája, lektorátusi nyelvvizsgája van, ami, mint tudjuk, nem ugyanaz, közel sem ugyanaz, mint egy államilag elismert nyelvvizsga. Az elmúlt hetekben Karácsony Gergely tovább folytatta egyre furcsább, egyre szürreálisba hajló magyarázkodását, nyelvtudását illetően. Előbb közölte, hogy hiperpasszív az angol tudása, később arra hivatkozott, hogy a szaknyelvet, vagyis az angol speciális szeletét érti meg, majd ezek után a gyermekkori diszlexiájára kezdett hivatkozni, és arról beszélt, hogy emiatt neki máshogyan kell idegen nyelvet tanulnia. Az eddigi kijelentései alapján azt lehet látni, hogy Karácsony Gergely egyre jobban belekeveredik egy hazugság spirálba. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, kérdéseket vet fel az is, hogyha nem volt államilag elismert nyelvvizsgája, hogyan vállalhatott 2004 és 2008 között tanársegédi, majd 2008 és 2012 között adjunktusi állást a Budapesti Corvinus Egyetemen. A Corvinus Egyetem doktori szabályzata abban az időben, amikor Karácsony náluk dolgozott, államilag elismert nyelvvizsga kötelezettséget írt elő a tanársegédi pozíció betöltéséhez, az adjunktusi feladatok ellátásához, pedig még egy második idegen nyelv szaknyelvi és előadói szintű ismerete is szükséges lett volna. Tisztelt államtitkár úr, kérdezem ön, hogy mivel önök felvették a kapcsolatot az oktatási hivatallal, ennek kivizsgálása véget, mikor várható eredmény az ügyben? Köszönöm szépen, és emlékeztetem, kedves képviselőasszony, hogy nekem kötelező itt jelezni, önnek meg be kell tartani a szabályt. Tisztelt Sanda Tamás államtitkár úr, önni a szóképezben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Karácsony Gergely csúnya hazugság spirálba keveredett. Nincs állami nyelvvizsgája, és nem lehetett volna kinevezni már tanársegédnek sem. A Corvinus Egyetemen 2004-ben érvényes ide vonatkozó szabályzat teljesen egyértelműen fogalmaz. Az egyetemi tanársegédi munkakörbe történő kinevezés követelménye legalább egy nyelv államilag elismert C-típusú nyelvvizsgával bizonyított ismerete lett volna. Az adjunktusi előléptetésnél pedig az előbbin túl egy második idegen nyelv szaknyelvi és előadói szintű ismeretét is előírta az egyetemi szabályzat. Jól látható, hogy Karácsonyt Gyurcsány Ferenc iskolázza, azt is mondhatnánk, hogy erősen gyurcsányosodik, ő is, mint tanítómestere, hazudik reggel, délben, meg este, egyik hazugság követi a másikat a hazugság spirálban. Ideje lenne, hogy a rendszeres mellébeszélés helyett végre hihető magyarázatot adjon viselt dolgaira. A Corvinus Egyetem akkoriban állami intézmény volt, az ott oktatók közpénzből kaptak fizetést. Karácsony Gergelynek így elsősorban a választópolgárok felé van elszámolási kötelezettsége, hogy miért hazudott nekik. Hogyan tudott a munkahely betöltéséhez szükséges és előírt feltételek és kompetenciák nélkül dolgozni. Hiszen jól tudjuk, hogy minden munkavállalónak, mindenkinek, aki dolgozik, teljesítenie kell, rendelkeznie kell a szükséges kompetenciákkal. Felháborító, hogy Karácsony Gergelynek mindent szabad, miközben nem teljesítette a szükséges feltételeket. Innen folytatom majd. Köszönöm. Köszönöm, államtitkár úr. 60 másodperces viszontválaszra van lehetősége. Dunai Mónika
képviselőasszony. Elnök úr, nem fogom túllépni, ígérem. Tisztelt államtitkár úr, az ön válaszát elfogadom, de az elfogadhatatlan nem csak nekem, hanem minden budapestinek, hogy olyan főpolgármestere van Budapestnek, aki egy, nem tartja be a törvényeket, azt gondolja, ez rá nem vonatkozik, kettő, hazudozik, három, ígérget fűtfát. Illetve nem is fűtfát, hanem gazt, koszt, káoszt és szemetet a fővárosban. Ebből nem szeretnének a budapestiek többet. Köszönöm szépen, az ön válaszát elfogadtam. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Viszont válaszra van lehetősége államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Az oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja ezt az ügyet. A hatósági eljárás június 7-én indult meg, és a Corvinusnak a vonatkozó dokumentumokat június 22-éig kell megküldenie a hivatal részére. De tisztelt képviselőasszony, engedje meg, hogy felhívjam a figyelmet arra is, hogy Karácsony Gergely folyamatosan hazudik, megtéveszti és félrevezeti a magyar embereket, és nem csak a nyelvvizsgája kapcsán. 20 év alatt 5 megkezdett felsőoktatási képzéséből 3 egyetemi és 2 doktori mindössze egyet tudott befejezni. Főpolgármesterként egy zöld Budapestet hirdetett, ennek ellenére pedig folyamatosan újabb és újabb kijelölt kerékpársávokat fest fel, emiatt növekszik és állandósul a dugó, de szintén a dugóhelyzete súlyosbítja, hogy megkésve és drága beruházásokat hajt végre Budapesten. Köszönöm megtisztelő figyelmét!